tájékoztatlak benneteket arról, hogy a vizsgabizottság mindenkit egyenlő mércével mér. Tehát van egy a Judo Szövetség által elfogadott vizsgabizottsági, pontosabban vizsgáztatói szabályzatú, amely kimondja, hogy csak és kizárólag a szőnyegen mutatott teljesítmény az irányadó a vizsga végeredménye szempontjából. A vizsgabizottságunk eddig is ehhez tartotta magát, soha senki semmilyen előnyt nem élvezett azért, mert férfi vagy nő, mert messziről jött vagy közelről jött, kis klubból jött vagy nagy klubból jött, Európa-bajnok volt-e vagy nem volt Európa-bajnok. Egyedül és kizárólag számunkra az a lényeg, hogy a sportolók hogy sajátították el a katatudást. Nagyon fontos ez, hogy ki mit mutat a szőnyegen, mert ez az alapja annak, hogy sikerül-e a vizsga, vagy pedig nem. Itt kérdezem meg Nagy György főtitkár urat, hogy van-e olyan igénye a Judo Szövetségnek, hogy ettől eltérő vizsgáztatási szempontok szerint vizsgáztasson a vizsgabizottság? Most nincs. Ugyan úgy megyek, hogy ki? Tehát kidáni csinálják. Tehát most nincs. Most nincs. Köszönöm szépen. És a későbbiekben? Már megyek. Jó. Köszönöm szépen.